Jelközművelődésért díj diák kitüntetettjei javarészt kiemelkedő közösségi munkájuk jutalmaként kapták meg a városi elismerést. A jutalmazottak között két adis diák is volt, mindkettőjük már azt is tudja, hol szeretnének tovább tanulni. A szorgalmammal, illetve a közösségi munkámmal. Ezen kívül rengeteg versenyen vettem részt, mint például történelemverseny, irodalomverseny, meg táncolok is már 8 éve, úgyhogy igen, ezért. Közösségi munkából emeljünk ki egyet-kettőt, miben vettél részt, miben segítetted a többieket? Például rengetegszer adok nekik elő, milyen könyveket olvashatnának, ajánlom nekik, és például ez az egyik, amivel így segítem őket. Hol mész tovább tanulni? Én a Teleki Blanka technikumba szeretnék tovább menni pénzügy szakra. Közösségi munkámért, illetve sok versenyre jelentkeztem, történelmi versenyre, illetve az osztálynak, hogyha például reggeliztetünk az elsősöket, ezeket mi szoktuk elvállalni, illetve hogyha bármi feladat akad, akkor szívesen jelentkezek rá. Bármi feladat alatt mit értesz? Hát, hogyha az osztály például a farsangra kell szervezni valamit, vagy hogyha valamilyen programokat kell összerakni. Mi vár rátok még ebben az évben? Lesz olyan közösségi esemény, amiben te főszerepet játszhatsz? Sajnos a farsunk elmaradt, szóval egyelőre így nem tudom, a ballagás, amiben talán tudunk segíteni. Szóval egyelőre ennyi, amit tudunk előre. Hová készülsz? Hol fogsz tovább tanulni? A Teleki Banka technikumban, logisztika szakon. Az Zrínyi Miklós Általános Iskola 8-osai közül is ketten érdemelték ki a városi elismerést. Én azért kaptam ezt a díjat, mert sokat tettem az iskola hírnevéért, és úgymond nyertem díjakat, meg egész 8-ig jó volt a tanulmányi átlagom. Mit jelent ez, hogy sokat tettél az iskola hírnevéért? Jártam versenyekre, főleg ilyen matek versenyek, meg olvasás alsóba főleg, és egyaránt még a sportban is. Most pedig kiemelt feladatok állnak előttetek, egyen már túl is vagytok, hiszen megírtátok a közös írásbeli felvételét matek és magyar tantárgyakból. Hogy sikerült ez? Hát szerintem jól sikerült, igaz lehetett volna jobb, de meg vagyok elégedve magammal. Melyik volt az erősebb tantárgyad? Mindenből jó jegyeket kaptam, viszont a matek felvétel jobban ment, mint a magyar. Hova szeretném menni tovább tanulni és miért? Eléggé sok iskolát beírtunk anyukámmal, viszont ami nekem a legeslegjobban tetszik, az a Erzsébeti Kossuth Lajos gimnázium és az Ócsai Bolyai János gimnázium. És azért, mert a Kossuthban van olyan nyelv, amit én szeretnék tanulni, és megfelelő is lenne. Mi az a nyelv? Az angol és a spanyol. Felvételünk készítése idején a másik Zrínyi is kitüntetett, Horváth Júlia betegség miatt hiányzott. A Bartók Béla Általános Iskola diákjai közül is ketten érdemelték ki a kitüntetést. Köszönöm szépen a kitüntetésem, annak köszönhető, hogy szorgalmasan tanultam, és hogy sok matek versenyen vettem részt. Közösségi munkában is részt vettél? Igen, részt vettem. Tudnál erre példát is mondani? A 23. fellépésen is segítettem a Valininek. Megírtátok a közös felvételi írásbeli vizsgát matematikából, illetve a magyar nyelvből. Hogy sikerült ez? Egész jól sikerült. Jobban sikerült, mint gondoltam, hogy fog. És most pedig már továbbtanulás előtt állsz. Hova tervezed a továbbtanulást? Weiss Manfred technikumba szeretnék továbbtanulni. És ott mivel szeretnék kiemelten foglalkozni? Hát a közszolgálati szakra jelentkeztem. A Bartókban László Csaba is elismerésben részesült, de ő felvételünk idején karanténban volt. Az Érdi Szakképzési Centrum Eötvös József Technikum diákjai közül Jurasics Anna és Csétai Balázs Tibor, míg a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola tanulói közül Uzonyi Kamilla Éva és Vas Éva kapott jutalmat.